Ennél olcsóbb termékek utáni kutatás egyik következményeként a fogyasztók gyakran hamisított termékeket vásárolnak. Vagy azért, mert becsapják őket, vagy tudatosan választják a másolatokat, mert tudják, hogy azok nem sokkal minőségtelenebbek az eredetieknél, azonban jóval olcsóbbak. De mi a fontosabb, a minőség vagy az ár? Attól függ, hogy micsoda. Úgy nézem, mert ugye a fizetések... Nem nagyon lehet az eredetit megvásárolni. Inkább akkor az ember kevesebbet fogyaszt belőle, de hát nekünk a minőség a fontosabb. A hamisítvány nem szeretem. Bármi legyen az. Az eredeti termékek gyártói és az állam is sok pénzt veszít a hamisított árucikkek miatt, de az ilyen termékek mégis a fogyasztók jogait sértik a legnagyobb mértékben, tudtuk meg a vámhatóság szerzői jogok védelmével foglalkozó osztályán. Az olyan termékeknél, mint amilyenek az illatszerek, az arckrémek vagy a gyógyszerek, nem csupán pénzügyi problémát jelent a hamisítás, mert ezeket az árucikkeket nem mindig ellenőrzik, így veszélyt is jelenthetnek a fogyasztó egészségére. Nem mindig egyszerű a hamisított termékek felismerése. Ilyen tekintetben még nagyobb veszély fenyegeti a fogyasztókat internetes vásárlás során. Ha az interneten vásárolunk ilyen árucikkeket, sokkal nehezebb a nyomára bukkanni a hamisítónak és a forgalmazónak is. Ezek sokszor nem bejegyzett cégek, és így a hamisított, minőségtelen árut is nagyon nehéz kivonni a forgalomból. Nem kell elítélni az embereket amiatt, hogy márkás termékeket szeretnének viselni, még akkor is, ha ezt nem engedhetik meg önmaguknak. Természetesen ez a termék hamisításnak és ezáltal a szürke gazdaságnak kedvez, de érthető, hogy egy átlagos szerbélyi polgár nem költhet annyit egy táskára, mint amennyi a havi fizetése. Így a hamisított termékek jelenségét nem csak gazdasági, hanem pszichológiai szempontból is vizsgálni lehet. A márkás termékek az egyén társadalmi rangjára utalnak. Sokan azért vásárolnak hamisított árucikkeket, mert a tökéletesség illúziójához csak így kerülhetnek közelebb.